Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése. Egy általános jóslás. Először is megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét, amire itt ez a kártya utal. Ez a hegy jelenthet hegyvidéket, hogy ő ezen a környezeten lakik, vagy azt is jelentheti, hogy tervez egy kirándulást a hegyekbe, amit a hegy még jelenthet szimbolikusan a problémák. Hogy nála így minden úgy összejött, nagyon sok a gondja, töpreng ezek felett. A hegy jelentheti az ő hideg-rideg tartását is, ami persze kihat a párkapcsolatotokra. Amit ez a kép még jelenthet, az az idő, mégpedig szimbolizálja a téli hónapokat, hogy valami vagy valaki visszatért a múltból úgy, ahogy ő ezt a téli hónapokban átélte. Persze a tél jelentheti a jövőt is, hogy ő tervez valamit, amit most a következő téli hónapokban szeretne megvalósítani. Ki vagy mi hat rá? A külső befolyások, erre utal a felhő. Azok, akik közelednek hozzá, vagy beleavatkoznak az ő dolgaiba. Itt megjelenik a felhő, és az azt jelenti, hogy ő ezt nem látja tisztán. Inkább elbizonytalanodik, minden olyan borús, nem lát át a dolgokon. A felhő szintén jelentheti az időt, mégpedig fél évet, hogy egy bizonyos helyzet, vagy egy bizonyos személy visszatér hozzá, megpróbálja őt befolyásolni, és ez úgy lesz, ahogy ő ezt fél évvel ezelőtt átélte. Lehet, hogy emiatt vannak itt a problémák, a nehézségek. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt látható a gyűrű, ez jelentheti azt, hogy keresi a kapcsolatot veled. Visszatér hozzád. Bizonyos események szintén visszatérnek. Persze a gyűrűje jelenthet ajándékot, ékszereket, vagy azt is jelentheti, hogy tervezi veled az eljegyzést, a házasságot. Amit a gyűrű még jelenthet, bizonyos szerződéseket. Itt ez a három kártya felül utal arra, hogy mit kellene tenned, hogy viszonyulj hozzá. Itt látható a napsugár, tehát megvan a vonzalom kettőtök között. Amit a nap még jelenthet, hogy az, ami itt nála átláthatatlan, itt változik a helyzet a kapcsolatok részén, és kisüt a nap, akkor is, ha ő nem lát át a dolgokon, te tisztán fogod látni a helyzetet. Itt ez a ház jelentheti a te otthonodat, hogy ő szeretne meglátogatni téged, és beköszönt hozzád ezzel a virágcsokorral, tehát megajándékoz téged. Azt is jelentheti, hogy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Itt a virágcsokor és a ház azt is jelentheti, hogy te megszépítesz otthon valamit. Vagy jelenthet egy kreatív tevékenységet, amit ti ketten itt ki tudtok építeni. Tehát egy közös munkát. De a ház jelenti az otthont, a családot, a környezetet, vagy egy ingatlant, mint például egy ingatlan bérlete vagy vétele, és ez lehet számotokra egy közös otthon. És a gyűrű jelenti akkor a kapcsolatokat és a szerződéseket. És én kívánok neked egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, Dendera!